fölhívtam nekit, a Kóbor Jánost, aki elsőre, de tényleg elsőre azt mondta, hogy hát mondhatok én neked nemet, és hát itt vannak. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog és büszke vagyok. Egyikünk se tanult zenélni, mindegyikünk sportolt, én atlétizáltam, de aztán a végén ez lett belőle, megmondom, hogy szintén nem hittük volna. Egészen fantasztikus volt ez a sorozat, és ez az egész, mondjuk úgy, hogy verseny.